Sziasztok! Üdvözlök itt mindenkit! Ez pedig a Gamehalom csatorna Bannerlord sorozata. Na, figyeljetek! Arra gondoltam, hogy ez a város hogy van itt? Tehát a birodalmat, mármint ezt a birodalmat, ami az északi birodalom, őket el tudnánk intézni. Lehet, hogy még a lovas népet is el tudnánk intézni. Ők most jelenleg háborúznak valakivel? Az asszerájjal vannak egy háborúban. Very, very interesting. És a lovas népet megtámadjuk, akkor ezt a részt itt el tudjuk foglalni. És akkor egész szépen, egész nagy méretűek leszünk akkor, ha azt nézzük. Igazából ezt szeretném, ez a fő célpontom. Csinálunk egy ilyen felfedezést. Megnézzük, hogy ki mennyien vannak, merre meg hasonlók. És mennyi emberem lehet? Hol van? Party. Nem vagyunk maximum, mert 288-an lehetünk. Nem tudom, hogy ez benne volt egy videóban, vagy videón kívül valamit csináltam, és akkor szavazták meg. A lényeg az, hogy a törvényeknél ez a noble retinus, az, értitek, ami oda van írva. Szóval ez engedélyezi, hogy az ötös szintű klánok, akik ötös vagy a fölött vannak, mi ugye ötösök vagyunk, és megyünk szépen a hatos felé. A lényeg az, hogy azok a klánok megkapják, és azt csinálja, hogy 40-nel növeli a katonáiknak a maximális létszámát, cserébe viszont egyel csökken ez a befolyás minden egyes körben. Na, emiatt most van 288 helyünk, ami elég király, ha azt vesszük. Fel kéne tölteni a csapatainkat. Tök jó lenne még ilyen Banner Knight-okat készíteni, ilyen volandiai lovasokat. Elit volandiai lovasságot. Vagy Imperial Katafrattot. Csináljunk lovasi jászokat? Igazából miért is ne? Tudjátok mit? Bővítsük a csapatainkat lovasi jászokkal. Cuccokból hogy állunk helyügyileg? Nagyon jó. Nézegettem az egyik játékom során, hogy mi növeli meg csökkenti a sebességet, de itt ahogy nézem, így nem vagyunk nagyon lecsökkentve. Van egy ilyen horda, herd dolog, és az amiatt van becsökkentve, mert tudjátok, hogyha ilyen állataitok vannak, hát most itt van nekünk egy jó pár, szóval ezeket így levágdoskatjuk. Így rengeteg húsunk van. El kéne adnom a fenébe egy csomó minden cuccot. Mindegy, amúgy is megyünk felfedezni, hogy akkor mennyien vannak, és akkor majd eladogatok. 146-os a védelem itt, az elég kevés. Az elég kevés. A birodalom, az északi birodalom, ez nagy esélye jelenleg nem háborúzik senkivel. Szóval nekünk kéne akkor mindenkit elvernünk belőlük, ami nem kéne, hogy olyan sokan legyenek. Bár ahogy nézem, azért igencsak megszedték magukat katonákkal. Hogy áll a helyőrség? 864, ez egy erős küzdelem lenne. Oké, akkor maradunk a lovas népnél. Trédelni szeretnék, és itt amit lehet úgy eladni, igen. Illetve van itt vasunk, amivel ennyi azért nem kell. Ez a fajta vas is. Hús, ez amit szeretnék nagyon megszabadulni tőle. Ennyi kaja, meg minden nem kell, srácok. Tehát ennyire bőven nincs szükségünk. Így. Viszont vannak olyan kaják, amikre meg szükségünk lenne. Hogyha lenne itt. Date fruit, hát egy darab. Ez nem sok. De ezeket megvesszük. Ez legalább javítja az állapotot. Mennyi időre elegendő ez? 27 napra? 27 nap, srácok. Majdnem egy hónapig elegendő kajánk van. Itt szeretnénk lejjebb rakni. Őket mind szerintem el fogjuk adni. És őket is. Hol van? Ez Mountnak számít már? Jó, őt is eladjuk. Így. Azért, mert ezek a lovak,
innentől kezdve minden igaz, ezeken mind tudnak lovagolni az embereink. Szóval ezek úgy szállítanak. A többi ló az csak olyan súlyszállítás véget volt. Arra meg most nekünk nincs szükségünk. Ha minden jól megy, akkor most így ez a horda, herd dolog az most meg fog szűnni. Vagy jóval lecsökken. És konkrétan nem is látom. Egyáltalán nem látom. Szóval valami 30-40 sebességet vissza is kaptunk. Zene. Átkozott túl hangos számomra most. Na. Jó, szóval akkor a lovas népet fogjuk megtámadni, viszont még mielőtt ténylegesen leállunk velük harcolni, előtte elmegyek hozzájuk, és felveszünk tőlük ilyen kuzait lovasok? Azt hiszem kuzaitnak hívjuk ezt a népet. Jobban szerettem a régi neveket. Ezek az újakat nagyon, nagyon akar megmaradni. Kuzait, ja. Na, menjél szépen emberkém. Lovagolj a célunk felé. Éppen készülnek egy nagy ostromra. Szerintem nagyjából ennyi sereg, amire számíthatunk, hogy el fognak jönni oda hozzánk. Meg kell nézni, hogy a szarály? Azt hiszem a szarálynak hívják. A szarály, hogy áll, ja. Hát elég csúnyán jönnek ide be. Mármint nem azért, de ez a rész így azt hiszem idáig az övéké. Talán még ide is, de ez már nem... Nem, ez végig az övéké lenne itt. Hű, de csúnyán tolják ki őket. Na mindegy, nekünk az csak jó, hogyha ennyire verik őket, hát itt katonát nem fogunk felvenni. Így jön még egy 400 fő. Érdekes, hogy háborúznak, az tökre nincsenek ott mellettük, jól vegyük fel őket. Felvesszük őket, és maximum lovast nevelünk belőlük. Mert nem biztos, hogy szerzünk lovasokat. És nem szeretnék annyira sok időt elpazarolni azzal, hogy itt mászkálok körbe-körbe a falukon. Az 1-2 jön, és azt hiszem jobb, hogyha ilyen alapból lovasként vesszük fel, mintha mi képeznénk tovább. Azt hiszem, egy jobb egységet kapunk. De nem, ebben nem vagyok 100%-ig biztos, megmondom őszintén. Valaki? Ó, fejlődnek itt az emberek. Ott van, kuzait lovasok. Jó lesz az. Eléggé olyan kiegyensúlyozott seregünk van. Tehát elég sok közelharci gyalogosunk van. Van azért egész szép létszámú íjászaink. És nagyon sok lovasunk van. Benézzünk ide. Nincsen. Mi az egy ilyen... Lovagi torna. Igen. Egy lovagi tornán vegyünk itt részt. Nem lehet itt se katonákat felvenni, nem áll. Join the tournament. Nézzük, hogy mit nyerhetünk. Egyszer most már le kéne cserélnünk a fegyverünket. Vagy fejlődnöm kéne abban, hogy tudjátok, hogy más fegyvert is tudjak használni jobban. Eltaláltam. Nem találsz. Ó, van kardom. Abban jobbak vagyunk. Na, a lovat vágjad. Úgy. Nem baj, fejlődjön az íjászat kicsit. Hopp, micsoda fejes. De jól bírod. Szerintem tovább. Ne, leszúrta más. Ilyenkor nem én kapom az XP-t. Hármat lőttem már belé. Ez mellé ment. Hú, de köröznek egymás közül. Körül. A mester AI. Oh, jeez. És az AI visszamondaná. A mester AI-s. Ez a negyediket kapja már be. Tudom, hogy nem fejbe találom. Ez az. Na, valaki még? Gyerünk, lelövöm. Á, francba. Meg kell nézni, hogy egyáltalán tud-e fejlődni a képességem másfajta fegyvereknél. Mert lehet, hogy tökre nem tudjuk fejleszteni. Pontot kéne rakni oda. Nem is pontot kéne, nem ilyen fókuszpontot, hanem tudjátok olyan pontot, amelyik
amelyik ilyen... Azaz. Amelyik ilyen attribútumot fejleszt. Az első ütés az nem nagyon zavarta meg. Figyeltétek, hogy elkezdett már is támadni? Ó, lovas. Na, egyszer megszúrtuk. Ziásza meglőtte az enyémet. Ez az. Hogy örült a közönség is? Gyere ide! Francba. Na, pacil, legalább menjél neki! Hú, kegyetlen vicces lenne. Azt nem is értem, miért nem csinálták meg. A lovasroham esetében, meg igazából nem csak amikor lovassággal találkoztak, hanem amikor találkoztak gyalogsággal is. Jó pár lovas le tudott dölni azért a lóról. Tehát, hogy... Értitek? Nem értem, miért nem rakták bele, hogy a lóval nekiütközöl a gyalogságnak, meg a lovasságnak, akkor egy bizonyos ellenállás után azért zakózol egyet. Ó, lándzsával játsszuk le egyet, honnan jössz? Ó, nem lándzsa. Ez jó fegyver. Ez ilyen pallos-szerűség. Hát ez gyors volt. Fogtam, azt elvágtam a torkát. Na úgy, és akkor kaptuk ezt a judgmentes, buzogányos dolgot. Megnézem, hogy ez... ...nek van-e értelme, hogy ezt berakjuk. Szóval, one hand az, értitek. Ennyi a maximum. Kétkezes, még fejlődik. Polearm, még fejlődik. Ezeket jó lenne még fejleszteni. Ide tudnánk rakni még egy pontot. És négy szintenként, azt hiszem négy vagy három szintenként kapunk egy ilyen pontot. Négy szintenként. Szóval 20-nál kaptunk, 24, 28, 32 következő szinten kell, hogy kapjunk. Sok helyre akarnám rakni. Kicsit sajnálom, hogy bekapcsoltam, hogy meg fogunk halni egy idő után. Nem lehet maxolni a karaktert. Na, ez buzogánynak számít, de egykezesnek. Van-e olyan, ami kétkezesnek? De tudjuk használni úgy, hogy kétkezesnek számítson. Igazából pár ezerért tudnánk venni egyet. Throwing spear, nem, battle axe. Mi van a legerősebb fegyverrel, amilyenkhez képest? Ez a Reaper annyira egy erős fegyver. Kegyetlen OP. Arról nem is beszél, hogy tudod egy kézbe, és tudod két kézbe is használni. Tehát milyen már, hogy megszereztük valamikor, és azóta nem szereztünk jobb fegyvert nála. Tehát nézzétek meg, a különbség annyi, hogy tudsz vele szúrni, tehát, hogy értitek, és akkor van szúró sebzése, amit nem nagyon szoktam használni amúgy se, főképp amiatt már nem is tudok ezzel a karda, mindegy. Meg hosszú, hosszabb egy picikét. Egy picikét, nem sokkal. Tehát az a 5, az 5-ös szám az nem egy olyan nagyon nagy hosszúság. Szerintem ennél csak akkor fogunk jobb fegyvert készíteni, hogyha én készítem el. Nem is értem, miért megyek végig mindegyiken, miért nem nyomok rá, hogy egyszerre csinálj meg az összeset. Oha, ti mik vagytok? Steppe banditák. Mindegyik lovas? 40. 59 lovas. Yeah. Az egy kemény csata lesz. Nem is tudom, hogy beküldjem-e a gyalogságot. Hát, beküldünk mindenkit. De a lovasságot rögtön rájuk küldjük. Van majdnem 100 lovasunk. 99 lovasunk van pontosan. És akkor nem számolja bele a gyalogságnál vezető vezérünket. Hopp, itt is vannak rögtön. Na gyertek, közelebb! Úgy, keresztül vágjuk magunkat itt ezen az egészen. Úgy, ne. Na ezzel a lendülettel levágtunk 7 embert. Az baj, vannak köztük íjászok, akik majd így ide-oda fognak mászkálni. Kicsit vesztettünk embert? Nem, még nem vesztettünk senkit. Az jó, azt már szeretjük. Le tudtam vágni, lol. Ja igen, az jutott eszembe, ezt nem tudom, hogy erről beszéltem-e. Hogyha most fognám és tudjátok, visszamennék retreat-tel, hogy utána, mivel amúgy is a nagy részét már megöltük, egy gyors autóval befejezzem. Ha most, meg bármikor retreat-et nyomsz, akkor a csapataid nem kapják meg az XP-t. Erre fölhívták a figyelmemet, hogy ezzel kapcsolatban vigyázzak. Ami nem mondom... Kicsit szomorú. Egyébként. Értem, hogy miért, de kicsit szomorú. Jó pofa gondolatnak tűnt, hogy kihasználjátok, tudjátok, hogy gyorsan
Na, le is ölitek, remélem. Ezt leölték. Jobb pofa gondolatnak tűnt, hogy kihasználjuk, hogy gyorsabban befejezzük. Nem viszünk magunkkal senkit. Így ne. Na, még kell egy pár ember, mert 88 vagy 89-ig lehetünk. 89 recruit. Ez úgy sem működik. Érződik, hogy háborúznak folyamatosan, mert folyamatosan szedik fel az embereket minden irányból. Na jó van. Tudjátok mit? Oké. Oké. Legyen így. Egy pillanat és jövök. Végül is megoldottam, tehát összegyűjtek az emberek, csak gyalogsággal. Tehát nem lovasokat kaptunk, hanem gyalogosokat rengeteget. És mennyien vannak itt? 17-en. Mondjuk rögtön tudunk is fejleszteni 9-et. Ez jó legyen, kicsit több íjászunk. Több lovas íjász, úgyne. Na, mehetünk vissza voltaképpen, és elkezdhetnénk háborúzni. Ezt most akkor be is fejezték ezt a csatát itt. Egy effenem, mit veszíthetünk, srácok? Mit veszíthetünk? Maximum újra háborúba leszünk most. Mit veszíthetünk? Úgy is kell új terület. Mondjuk, hogyha őket elverjük, akkor itt egy battaniai terület. Akkor nem tudunk tovább menni nagyon. Tehát ez a rész van, aztán ennyi. Mindegy. Maximum figyeljetek. Békeszerződést küldünk nekik úgy, hogy jó van, fizetünk, csak hagyjatok békén. Ezt az 50-est ezt lecsapom. Úgy. Legalább van lehetőségük fejlődni a katonáinknak. Az íjászokat be se küldöm. Sőt, elrakom a pajzsot, és így most ugye két kézzel fogja használni ezt a kardot, szóval a kétkezes képességünk fog fejlődni. Előre megyünk, azt lecsapunk egy párat. Ó, de jöttek, tudjátok mit? Az íjászok azok nagyjából ide álljanak majd meg. Nyúúú, belerohanunk, bam! Csomóan földre is zuhantak, ilyenkor sebződnek is. Nem csak ténylegesen eldőlnek, hanem ilyen 1-től 3-ig kapnak sebzést minimum. Nem tudom, hogy pontosan mennyi a felső határ, de láttam már 3 volt a legnagyobb. Ez komoly mennyi sebzést okoztak. Régebben, a Warbandban azt hiszem a legnagyobb páncélzatnak semmit nem okoztak ezek a banditák. Ezen kis köveikkenek hasonlókkal. Lehet még nem használjuk a legnagyobb páncélzatot. Nézzétek már, én sose láttam ülve meghalni valakit. Hopp, már halnak nagyban. Gyertek ide! Ahogy ne. Gyerünk le. Ó, hát azok nem menekülnek. De sokat zuhan ez az így. Úgy. Oh yes. Még bennem van, még bennem. Ott futnak meg egy páran. Ó, igen. Az is talált valakit, csak nem az ellenséget szerintem. Szerintem a társunkat lőttük meg. De még bennem van. Még bennem van a magyar vér, tudjátok. Rakjunk még vagy íjászokat, sima íjászokat. Nagyon sok közelharcunk, mondjuk nagyon sok íjászunk is van. Ja, hogyha a gyalogosból íjászt csinálok, akkor viszont ugye csökkennek a közelharci gyalogságaink. Szóval lehet nem kéne. Na kíváncsi vagyok egy 35-ös ilyen létszámra. Hogyha beküldöm az embereinket, veszítünk-e? De halt meg? Megbotlott? Heavy horseman. Egy nehéz lovas. Fogta és meghalt 35 darab senkinek. Ezért nem szeretem a gyors lejátszást. Tovarozzunk innen fel valaki. Gyere szépen kettes szinten. Hogy na, hol van az a terület? Itt ne. Oda megyünk, és majd csak utána fogunk hadat üzenni. Akkor...
Akkor össze tudunk rakni ilyenkor sereget? Nem a legnagyobb létszám, a legkisebb létszámokat akarom. Nem, azt a 170 főt azt nem. Az így. Milyen kis létszámba vannak? Gondolom azért, mert nekik nincsenek területeik. Így. Meg lehet nekik sincs. Ez egy ajtó. Jó, szerintem nekik sincsen. De mindegy, őket összehívjuk. Úgy. Gyertek szépen ide. Gyertek, ezt megyünk és ostromoljuk is. 158 emberet, ezt már kezdhetjük is ezzel a létszámmal. Jönnek is. Mentünk egyet, még mielőtt ez... Ezt így megcsináljuk. Azt hiszem a szépvel az a sima mentés, igen. És akkor... Újas lesz, úgy ne. Na, gyerünk szépen. Diplomácia. Nekik fizetünk? 1100-at? Hát nem akarnak háborút az embereink. Én viszont akarok háborút, srácok. Ennyi, meg vagytok győzve. Egy csomó influencert fizettem erre az egészet, de majd mindjárt lesz még. Na, oda szépen. Besiege Castle. Aztán kész. Gyertek szépen ide. Oda egy ilyet, meg egy ilyet. Ne üldözzétek, ne üldözzétek, gyertek ide. Úgy. Egységesen vagyunk erősek. Külön-külön annyira nem. 739, ennyi a maximális létszám. Ja nem, még jönnek, jó. Jó, meg leszünk egy ezresen. Teljesen jó. Kajám az nem sok lesz. Most adtuk el azt, hozzuk össze a seregeket. Hopp. Úgy. Gyerünk. Készüljenek. Ezt berakjuk, úgy ne. Hopp, ott egy százas még, ott van még. Nézzétek, hogy gyűlnek közben a sátrak itt mellettünk. 16 fő. Te biztos, hogy azzal akarsz a karaván után menni? Te neked így mi a terved, bro? Ki akarja fosztani azt a karaván, de nem bírja, mert annyira kevesen vannak. Ez így nem fog működni, hopp, azt szedjük be gyorsban. Ezt mindjárt jönnek nagyobb sereggel, azt fogják, a széjjel verik. Figyeljétek meg. Ez az... Warcheg Rebels. Fellázadt egy város. Jaj, kultúra különbségek miatt. Nem adja a dolog. Ott a 170 fő. Na, gyerünk. Úgy, ne, azt is elrakjuk, kirakjuk. Na, menjem. Jó, ki is lőtték az összeset. Nincs is több katapult, akkor ezt rakd el, és addig készíts egy ilyet. Sőt, ez is mehet addig. Mehet minden igazából. Készíts mindent, amit akartok. Azért jó, hogyha így építkezgetjük őket közben, mert akkor az engineer az fejlődik. Még ha nem is fogjuk ténylegesen használni. Be tudom szedni? Hú, oda nézzetek. Micsoda létszám, azt hiszem ezt az asszaultat elkezdjük. Nem tudom, hogy elkészült-e a katapultjuk, remélem nem. Ó, és éjszaka lesz? De már... Utálom a harcot éjszaka. Tudom, hogy unjátok már ezeket hallani, de na... Hígy, de sokan vagytok. Te vezeted őt. Ja, az nem. Mindegy. Úgyné. Tökéletes. Oda pótvezérnek. Na, hol hiányzik még? Sőt, innen egyet el. Ez mindenhova legyen egy pótvezér. Úgyne. Gyerünk! Támadás! Ez egy jó erőd! Nézzétek, milyen ilyen dombon van a főkapuja. Jól látom, az a főkapuja. Ez meg itt csak bevertük. Ja. Na, leszállsz róla? Köszi. Jehehehej. Hopp, mellé. Úgyné. Na, még valaki? Na, erre. Már rohanok is fölfele. Kaput kéne kinyitni. Ó, kedves íjászok.
Első harca tényleg jobb a rövidebb kart. A méret nem mindig előnyös, tudjátok. Ó, zíjászok. Ó, nem baj, meg, ezt meg kéne állítanunk itt. Szétbírom várni? Technikailag igen. De van helyette egy jobb ötletem. Hello! Na, még valaki? Nézzétek meg a számszerű ilyet felhúzva jött nekem. Úgy. Szerintem kilőtték a katapultot fent. Nem baj, amúgy is leszúrtuk itt az embereket. Die, you bastard! Miért kapott oldalról? Láttátok, hogy arrébb küldte? Jó, mindjárt végzünk is. Az egyik legjobb emberük az izé, ott nem tudom, be van szorulva. Gyerünk, verjétek meg! Leesett legalább. Ezt tettünk itt keveset, 29-et öltem. Á, jó ezek. Végül is emberünk nem halt meg, szóval nekünk nem kell felvenni embert. Arra viszont jó, várjatok, arra viszont jó, hogy hagyjunk helyőrséget. Úgy. Úgy. És akkor hiába lépjük át ezt a létszámot, nem kell vele foglalkozni. Fogjuk és úgyis le fogunk rakni ide embereket. Pillage. És Garrison. Nem. Ez a castle volt. Garrison. Itt. És akkor 20 fő. Tír alapján rakjad, igen. És... Sőt, menjünk ide fel. Mercenary Maceman. Imperial Erit. Sword Sister, az már mehet. Sturgeon. Battanian Wildling. Jó. Sister, Imperial Crossman. Sturgeon, Hardened Brigandi. Ebből egy párat. Sőt, ebből mind. Ebből mind mehetnek, úgy. Úgyis veszünk majd fel. Így ne. Ez mennyi? 50 fő? Jó. És arra jó lesz, hogy legyen valami az erődben. Na, fejlődtünk? Nem. Mozgássebességünk fejlődött. Hosszabb ideig kábítod az ellenfeleket, miután megütnek védekezés közben. After they block your attack. Ja nem, mi a ők, amikor ők meg kivédik a támadásodat. És plusz egy élet minden egyes pont fölött 250-től, ami azt jelenti, hogy 26 élet. Az elég jó. Igen, én vagyok az új tulajdonosa. Jó, Varcseg. Varcseg az mindig lázadni fog. Most ha én ezt itt hagyom... Ó, oh, itt áll egy 912 fő. Méghozzá valamiért két különálló olvassa. Ja. Ó, oh, hát ez egy nagyon szép ütközet lesz. Most jönnek felénk? És ha én most fogom, azt visszamegyek ide? Így már nem? Így már nem, kedves haver? Nem meneküljetek. Hát, még lehet el akarlak titeket verni. Na jó van, viszont ezt csak a következő részbe fogjuk megtenni. Elkezdik lebontani a falut, ami egyelőre most lett elvéve tőlük. Oké, ki kapja meg ezt az erődöt? Ilyenkor már nem nézhetem meg, hogy kinek van és kinek nincs erődje. De ennek az ajtósnak erre emlékszem, hogy nekik nem volt, szóval Guildfordnak adjuk. Úgy nem. Na, igen.
ennek a résznek itt vége. Remélem jól szórakoztatok, és remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is. Addig is pedig nézzetek körbe a csatornán, hát ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek. Sziasztok!